Az MTV Televízió kedd esti híradóját látják, köszöntöm Önöket, már is mutatjuk főbb híreinket először egy-egy mondatban. Rehabilitálják a Városligetet Sátoraljaújhelyen. 9 millió forintból újították fel a nagyrozvágyi orvosi rendelőt. Több mint 130 fajt vonultatott fel idei kiállításán a Zempléni Gombász Egyesület. A műfüves pálya felújítását, a BMX pálya modernizálását, a nagy teljesítményű elektromos rendszer kiépítését, sétányok kialakítását, illetve utcabútorok kihelyezését foglalja magában a Városliget rehabilitációja Sátoraljaújhelyen, de ivókút is kialakításra kerül. A beruházást pályázati támogatás segítségével valósítja meg a város önkormányzata. A cél pedig, hogy javuljanak a városi programok lebonyolításához és a szabadidő hasznos eltöltéséhez szükséges feltételek. A nagy teljesítményű elektromos hálózat kiépítése volt az első lépése a Városliget rehabilitációjának. Ez a beruházás már lehetővé teszi a nagyszabású koncertek és rendezvények könnyebb lebonyolítását is a helyszínen, hiszen ezentúl nem kell gondoskodni plusz áramvételi lehetőségekről a ligetben a programok során. Egy infrastruktúrás fejlesztésről van szó, ami azzal járt, hogy bizony fel kell túrni a földet, és földkábeleket kellett elhelyezni, amire pedig azért volt szükség, mert elég sok nagy létszámú rendezvény szokott lenne a genderkertben, ahogy régi nevén hívjuk a Városligetben, és bizony, ha már a családi napkor nagyon sok elektromos áramot használó eszközt, Dodge pályát hoztak le, akkor mindig problémát okozott, hogy ott helyben nem állt már rendelkezésre a megfelelő mennyiségű elektromos áram. Éppen ezért ezen a fronton léptünk előre, és igaz ez a színpadtechnikára is, hiszen ma már egy nagyobb produkció annyi fény- és hangtechnikát hoz magával, hogy egy hagyományos áramvételi lehetőség nem elegendő erre. Ezeknek az igényeknek igyekeztünk eleget tenni. Ez gyakorlatilag egy szintisztán infrastruktúrális fejlesztés, de óhatatlanul szükséges ahhoz, hogy megfelelő minőségi produkciók nézői, hallgatói legyünk a Városligetben. A beruházás keretében megújulnak a Városligetben található rekreációs és sportlétesítmények is, így a már meglévő BMX pálya, illetve a műfüves foci pálya. Egy sokkal modernebb, kényelmesebb pálya lesz, hiszen évekkel ezelőtt egy első generációs műfüvet tettek le az akkori kor elvárásainak megfelelően. Ezen a téren is fejlődött a technika, illetve átmosadtuk a drénrendszer alatt, hogy a csapadékvíz elvezetéssel ne legyen probléma. Kicsit megnagyobbodik a skate pályának a területe. Ezt kimondottam, a BMX világbajnokaink miatt van így, mert hogy nekik egy picit nagyobb területre van a szükségük, úgyhogy aszfaltozásra egy kicsit nagyobb területet fedünk le, illetve egy-két elemmel bővül maga ez a skatepark, és rendben rakjuk a sétányokat, zöld felületekben, utcabútorokban lesz egy kis előrelépés. Összességében tehát megújul, megfiatalodik a Városliget, mely továbbra is az egyik helyszínét biztosítja majd a sátoraljaújhelyi rendezvényeknek. Egy sikeres pályázatnak köszönhetően 49 millió forintból újították fel a nagyrozvágyi orvosi rendelőt, amelyet ünnepélyes keretek között adtak át a közelmúltban. A fejlesztés eredményeként többek között nem csak a teljes épületet alakították át, hanem az orvosi műszerek modernizálására is sor került. Ennek köszönhetően nem csak alapellátásra, hanem szűrővizsgálatokra is várják az itt élőket. A rendelőt, ami közel 1500 embert lát el, 40 éve nem újították fel, csupán kisebb karbantartásokat végeztek rajta. Most egy 49 millió forintos pályázati forrásból komplex módon alakított át az önkormányzat, ami egy évet vett igénybe. Ez idő alatt az ott dolgozók a kisrozvágyi rendelőben folytatták a betegellátást. Ez azt jelenti, hogy falakat romboltunk, belső áthelyezések történtek, a rendelő és a váró helye megfordult, sikerült a törvényi előírásoknak megfelelően vetkőzőket kialakítani, modern mosdók és mellékhelyiségek várják a mozgáskorlátozottakat. A pályázatnak köszönhetően új berendezési tárgyakat és eszközöket is tudtunk vásárolni, úgyhogy valóban, ha mondhatok, egy 21. századi rendelő várja most már a két település lakosait. A korszerű ellátás nagy előrelépést jelent a település életében, hiszen nem csak maga az épület rekonstrukciója, hanem az orvosi eszközök cseréje is megvalósulhatott a Magyar Falvak program eredményeképpen. Úgy látom, hogy a Magyar Falvak programja a közeljövőben újabb lehetőséget kínál az önkormányzatoknak, hogy pályázzanak és az orvosi rendelők minőségén javítsanak.
hiszen a térség egészségügyi ellátásának ez az alapja, a házi orvosi rendszer. Sok helyütt probléma van, üresedés van, és nagyon fontos, hogy azon településeken, ahol az orvosi rendelők a 60-as, 70-es években épültek, hogy mind-mind próbáljuk meg felújítani. Ennek a munkája folyamatban van, remélhetőleg, hogy nem csak itt Nagyrozvágyon, hanem a választókerületben más helyén is sikerül ezeket a régi orvosi rendelőket felújítani. Salamon doktor hosszú évek óta látja el betegeit, jelenleg helyettesítő orvosként. Elmondása szerint már ő maga is izgatottan várta, hogy visszatérhessen az immár megújult központba. Természetesen, hogyha felújítunk valamit, kívül belül, akkor a 21. századnak megfelelő műszerparkkal kell felszerelni, és a nagyrozvágyi betegek is megérdemlik azt, amit egy városi beteg, hogy maximálisan a legjobb ellátást nyújtsuk a számukra. Az avató ünnepség végén szalagátvágás következett, majd a történelmi egyházak áldást adtak a megújult épületre. A több hónapja tartó munkálatok befejeződtek, amiről az ott jelenlévők is meggyőződhettek, így ezen a héten újra megnyitott a kapuit a nagyrozvágyi orvosi rendelő. Több mint 130 fajt vonultatott fel idei kiállításán a Zempléni Gombász Egyesület. A Kazinczy Ferenc Múzeumban megrendezett kétnapos eseményen a frissen gyűjtött gombák mellett fotókiállítással, gombasimogatóval és szagolóval várták az érdeklődőket, de a gyerekek számára gombás meséket is felolvastak abból a meséskönyvből, amelyet az elmúlt évben jelentetett meg az Egyesület. Fokhagymás, rettekes. Színesek, illatosak, szépek, ehetőek, nem ehetőek és mérgezőek. Rendkívüli fajgazdagsággal rendelkezik a gombák világa, melyből idén több mint 130 félét tudott felvonultatni a Zempléni Gombász Egyesület őszi gomba kiállításán. Az elmúlt napokban minden adott volt ahhoz, hogy az erdők, mezők terméseit összegyűjtsék a szervezet tagjai. A szaktudás, a természet ismerete, valamint az időjárási körülmények is kedvezően befolyásolták, hogy az élőlények termőtestjei megjelenjenek a föld felszín felett. Ez egy nagyon különleges gombagyűjtés, ilyenkor nagyon sietünk. Tehát amúgy szeretünk a terepen sok időt tölteni, megnézni, lefotózni, stb. Ilyenkor ellenben egy kicsit gyorsítanunk kell, és roham tempóban, lehetőleg vasárnap délelőtt, vagy kora délután összegyűjteni azokat a... és lehetőleg olyan gombákat, amik szépek, és még másnapra is elállnak. Tehát néhányan hoztak be, és most is van, például tintagombánk, több faj, amelyek hát arról híresek, hogy rendkívül gyorsan elérnek, és el is folyósodnak, tintává válnak. A 15 éves Gombász Egyesület egyik legkiemelkedőbb ismeretterjesztő programja a minden évben megrendezésre kerülő gombakiállítás, mely idén ismét két napon keresztül várta az érdeklődőket. 15 évvel ezelőtt alakultunk, tulajdonképpen majdnem napra pontosan 15 éve volt az alakuló közgyűlésünk, ülésünk, és már akkor... tulajdonképpen akkor még csak ilyen középtávú tervek között szerepelt a kiállításnak a megrendezése, mivel hogy az alapító okiratban is szerepel fontos tevékenységként az ismeretterjesztés. Ismeretterjesztésnek az egyik legfontosabb és legjobb eszköze számunkra a kiállítás, amit mindig fűszerezünk egyéb más tevékenységgel, ugye most a gombasimogatóval, a gombaszagolóval, előadásokkal, tevékenységekkel. És ennek a legjobb módja ez a kiállítás. A gomba kiállítás céljai között szerepel még, hogy élményekben részesüljenek a gyerekek, valamint felkeltse érdeklődésüket e különleges élőlények iránt. A Kazinczy Ferenc Múzeum Kávéházi délutánok című programsorozatának legutóbbi előadása a Magyar Vöröskereszt mai és első világháborús történetével és tevékenységével foglalkozott. Utóbbi ugyanis fókuszba kerül az Újhely és a Nagyháború című kiállításukban is. A témát Polacsek Györgyi, a Magyar Vöröskereszt országos igazgatóságának munkatársa és a Magyar Vöröskereszt történeti kutatásával foglalkozó Kovács Tibor, a Zala megyei szervezet nyugdíjazott igazgatója mutatta be.
A Kazinczy Ferenc Múzeum Újhely és a Nagyháború című kiállítása jelentős szerepet szentel a Magyar Vöröskereszt munkatársai az újhelyi sebesült ellátásban betöltött szerepének bemutatására, ahogyan sátoraljó Újhely példája az egész ország első világháborús közéletének leképezése lehet, úgy példázza Láng Kornélia története a betegmegfigyelő állomáson, a vasúti kötözőkben és a kórházi ágyak mellett dolgozó többi vöröskeresztes sorsát. Ők azok a névtelen hősök, akik a frontról hazatért katonákat ápolták, akár a saját életüket is kockára téve. A Zemplén vármegyének és a városnak is volt egy olyan megkerülhetetlen földrajzi szerepe, és nyilván más szempontból is megkerülhetetlen város volt a első világháborúban. Az, hogy ez bemutatásra kerül, és ezt megismerhetik, ez szerintem mindenki számára nagyon fontos, mert a történelmünk nélkül ugye nem is tudom, hogy tudnánk a jövőnket élni. Nekünk vöröskereszteseknek pedig azért nagyon fontos, hogy fennmaradtak ezek az emlékek, és méltó módon bemutatjuk, hiszen mi ugyanennek a szervezetnek vagyunk a tagjai, vagyunk a munkatársai, és szerencsére, hál' Istennek, nekünk nem kell fegyveres konfliktusokban helytállnunk, reméljük ez így is marad, de számos olyan terület van, ahol a vöröskeresztes munkatársaknak, önkénteseknek helyt kell állni az egészségügyben, a szociális területen. A Kávéházi délutánok programsorozat legutóbbi előadása éppen ezért a tárlat e tematikai egységére épült. A Magyar Vöröskereszt történetét, az első világháborúnak a szervezetre gyakorolt hatását és a mozgalom mai tevékenységét mutatta be. A két háború vöröskeresztes hősei, igen, a magyar ápolónők, önkéntes ápolónők voltak. Több százan, például az első világháború kezdetekor a Magyar Vöröskereszt 900 képzett ápolónőt küldött a front mögé, hogy mentse a sebesülteket, hátországba szállítást irányítsa, kötözze őket, gyógyítsa őket ott mindjárt, és ez a szolgálat, ez hősies volt. Nagyon, akik ott voltak, mindannyiuk hősiesen helytállt. Hát komoly kitüntetések, elismerések is fémjelzik ezt a helytállást. Apor Gizella, a korabeli Vöröskereszt főápolónője, és hát örömömre szolgál, hogy Zalából teljesített missziót a második hölgy, aki úgy hívnak, hogy Durgó Ilona. A Magyar Vöröskereszt 2021-ben ünnepli majd fennállásának 140. évfordulóját. Ez a 14 évtized a humanizmus olyan példáját jelképezi, és olyan komoly teljesítményekről ad tanúbizonságot, melyet béke és háborús időkben egyaránt végrehajtottak a vöröskeresztes dolgozók. Az Apám utolsó üzenete címmel nyílt kiállítás Tokajban a Kulturális és Konferencia Központban. Bende István fotográfus a holokauszt áldozataira emlékezett olyan formában, hogy az akkori kor valóságát fotómontásban ötvözte a jelen képi világával, megmutatva, hogy a holokauszt szörnyűségeit miként próbálta feldolgozni az utókor. A tárlat keretében számos települést érintő alkotás is feltűnik. A múlt és a jelen, színes és fekete-fehér képi világ, gondolatok, amelyek megfogalmazódnak a holokauszt kapcsán, és ezzel együtt a rideg valóság. Bende Iván fotográfus nem borzalmas képi elemekkel akarta sokkolni a nézőket, hanem a művészi eszközökkel az értelemre és az érzelemre hatni. Ezzel bemutatva a holokauszt szörnyűségeit és egyben azt, hogy ez a közösség miként éli meg ma is múltját. Szegi faluban fényképeztem, és a falu szélen egy zsidó temetőt találtam, szépen körbe volt véve kerítéssel, gondozott volt, és bementem a temetőbe, és a legnagyobb megdöbbenésemre az öreg sírok között egy 2018-as sírt vettem észre. És a síról rajta volt a következő, hogy a sírfeliraton, hogy apám utolsó üzenete az volt, hogy maradjatok ember. És annyira megdöbbentett engem ez az üzenet, hogy úgy gondoltam, hogy ennek a kiállításnak
a címe ez lesz, hogy Maradjatok ember, apám utolsó üzenete. A eredeti cím az volt, hogy Zachor, a héberben emlékez. És így tulajdonképpen megváltoztattam ennek a kiáltásnak a címét, mert ezt sokkal, de sokkal fontosabbnak tartottam, mert ez igazán ez a mi legfontosabb küldetésünk, hogy ezt hirdessük, hogy maradjatok ember. Ezzel együtt a kiállítás fontos célja az elgondolkodtatás. Erre pedig a legalkalmasabb a fotómontázs volt, amely lehetővé teszi, hogy egyben lássa az érdeklődő a múltat és a jövőt. A képeket szeretem a szöveggel együtt használni, sőt, az igazság, hogy egymás javára próbálom a kettőt összehozni, és ebből születnek meg a képek. És természetesen ilyen történelmi iratokat, amik megmaradtak a 20. század valamelyik történelmi helyzetéből, én azokat használom, és azokat beépítem a képekbe. Tehát ezzel foglalkozom, és úgy próbálom ezt megoldani, hogy valamilyen módon teljesen úgy érezze, aki nézi a képet, hogy része a szöveg a képnek. Vagyis ez egy szimbiózis, együtt él a szöveg és a kép. A tárlat október 30-áig látható Tokajban, a Kulturális és Konferencia Központban. Híradónk végén mutatjuk főbb híreinket még egyszer röviden. Rehabilitálják a Városligetet Sátoraljaújhelyen. 9 millió forintból újították fel a Nagyrozvágyi Orvosi Rendelőt. Több mint 130 fajt vonultatott fel idei kiállításán a Zempléni Gombász Egyesület. Önök a Zemplén Televízió kedd esti híradóját látták, friss hírekkel legközelebb holnap este 7 órakor várjuk majd Önöket. Most időjárás jelentés következik, de maradjanak továbbra is velünk. Köszönjük a figyelmüket, viszontlátásra!